Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek prémium feladatai. Ez az előterjesztés szerepelt a Pécsi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága előtt augusztus végén. Péterfi Attila már a választási kampányban is azt ígérte, hogy ahol lehet, csak spórolni tud, mivel az ő állítása szerint a város csődben van. Ehhez képest a megválasztását követően lecserélte a korábbi pécsi cégvezetőket, és a helyükre saját szövetségeseinek sorából több millió forintos éves fizetésemelés mellett új cégvezetőket nevezett ki, akik most úgy tűnik, hogy igen komoly prémiumot is kapnak majd. Az előterjesztésben megfogalmazott prémium feladatok nem jelentenek kihívást, mondja az ellenzéki oldal képviselője. Barkóczi Csaba azt mondja, a feladatok egy része már korábban teljesült, vagy napi feladatként kellene elvégezni. Ezért nem támogatják az elképzelést, főleg a pandémia miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben nem. Korábban is kifogásultok már többször a polgármester úr által a cégvezetőknek juttatott fizetésemeléseket. Nyilván a prémiumok kapcsán is igen erőteljes megfontolást fogunk javasolni polgármester úrnak, hogy ezeket, ha lehet, akkor próbálja meg inkább mérsékelni, mint hogy további pénzosztást csinálni a különböző cégvezetők körében. Nem érezzük azt, hogy a város jelenleg abban a helyzetben lenne, hogy ezt Péterfi Attilának erőltetnie kellene. A cégvezetők prémiumáról szerettük volna megkérdezni a városvezetői oldalt is. Azonban azt mondták a Városházán, hogy erre csak a jövő héten kerülhet sor, legkorábban. Az előterjesztés szerint a különböző feladatokat más-más százalékos arányban veszik figyelembe ez év végén. Ha ezekből összejön a 100% a cégek felügyelőbizottsága szerint, akkor a polgármester kifizetheti a cégvezetők prémiumát. Ez a szabályozás szerint az éves fizetésük maximum 70%-a lehet, ami 7 és 10 millió forint között van. A prémiumok kifizetésére a pénzügyi év lezárása után jövő májusban vagy júniusban kerülhet sor.